Hiányzott az objektivitás, vagyis mint érintett kapitánság, a marcali rendőrök nem biztosíthatták volna a helyszínt, és nem voltak intézkedésre jogosultak a tavaly novemberi kilakoltatáskor. Az állásfoglalást a független rendészeti panasztestület hozta. A határozatban az is szerepel, hogy a megállapítás tovább küldik az országos rendőrfőkapitánynak, mutatja Krisztina. Mint arról korábban már többször beszámoltunk, az asszony úgy véli, jogtalanul lakoltatták ki gyermekeivel együtt családi házából, az igazának pedig Fog szerezni, mondta akkor Krisztina. Már a kilakoltatást megelőzően folyamatban voltak peres járások a végrehajtás megszüntetése miatt, ezek még ma is tartanak, sőt, most már az ügyészség is nyomoz, a közelmúltban kihallgatták Krisztinát, és az ügy összes részletéről egy jegyzőkönyv készült. Nagyon korrekten jártak el az ügyészségtől, marciban hallgattak meg, és én úgy gondolom, hogy nagyon alaposan feltártuk a helyzetet a papírok alapján. Az ügy súlyosságát fokozza, hogy vélhetően hamisított papírok alapján jegyezték be a földhivatalnál az árverési vevő tulajdonjogát. Erről februárban számolt be televíziónk, az asszony akkor kameránk elé tárta az eredeti és a végrehajtó által a földhivatalhoz beadott példányokat, amelyeken szemmel látható volt a különbség. Ettől függetlenül azonban a földhivatal nem fogadta el Krisztina fellebbezését, amiben az árverési vevő tulajdonjogának felfüggesztését kérte. A bírósághoz beadott bánásmód keresetben a csalás lehetőségét is vizsgálják. Előkérdésként kezeljük, illetve kértük, hogy kérdésként kezeljék a okirat hamisítás lehetséges tényét, ezért a nyomozó ügyészségnek a jegyzőkönyve, illetve a megállapítása, ez nagyon fontos Dokumentumok lesznek. A nyomozás egyelőre még folyamatban van, ám Krisztina bizakodik. Bárkinek, akinek problémája van a rendőrséggel kapcsolatban, a konkrét egyedi jogsérelmével kapcsolatban tegye meg a feljelentést, vagy keressen meg egy jogsegírodát, ügyvédet, és a konkrét egyedi esetet uh, vizsgál, vizsgáljuk ki ne pedig általánosan bélyegezzünk meg egy, egy igazságszolgáltatási vagy egy rendfenntartó szervet. Helytelen lenne ugyanis egy egész testületet általánosítani egy-egy konkrét eset kapcsán, mondja Dombrovszki Nóra. A független rendészeti panasztestület egyébként szó szerint alapjogot súlyosan sértő intézkedést állapított meg az érintett marcali rendőrökkel kapcsolatban.